Na, sziasztok! Mit csinálsz, Tina? Takarítom a... Hát nem kellett, csak áttörődtem, mert kidobáltam azokat, amik már ugye nem fogyaszthatóak. Úgyhogy nagyjából ennyi. Most pedig bepakolok. Van itt gyerekek annyi dolog. Na, hát főzök. Mégpedig, amit fogok ma készíteni, az nem más, mint krumplis tészta. Megenném a krumplis tésztát, de majd megmutatom, mit vásároltam a piacon. Hát annyira sok mindent most nem. Inkább főznivalókat vettem jobban. Több napra. Na. Mint tegnap. Hát igen, és tegnap is elmentünk ide az Aldiba, hát ő vásárol több napra. Kaját. Hát igen, és vásároltam. Ma is több napra. Ez a sajt? Az melyik sajt? Hát ez a undorító. A márvány sajtom, azt tedd vissza, jó? Nagyon gusztusos a márvány sajtja. Én teszek majd a hambimba. Na. Berakom ilyen kis dobozokba. Finom a márvány sajt, ugye mindenki szereti. Hát szerintem nem mindenki. Szerintem csak te. Még van itt egy kis trapista sajt is. Ez is megy a hűtőbe befele. A sajtmániás, mert ő sajtmániás. Ez biztos. Én annyira nem vagyok oda a sajtokat. Mádom a sajtokat. Na, akkor nézzük, hogy mit vettem. Ezt nem vettem, ez már volt. Itthon. Farkék maradéka. Van itt hamburger. Szerintem most már dob ki Tinek, már nem mi. Amúgy is ki akartam. Hát van nekünk ilyen hamburger hús. Jó, igazság szerint ugye itthon kéne csinálni az igazi kézműves hamburger, de most milyen lusták vagyunk, most és nézzétek el nekem, abból fog készülni, ezt még tegnap vettük a Lidl, Aldiba. De ez eredeti hús, amerikai. Ja. Szerinted. Az egy dolog, hogy Amerika van rájön. Ezt megnézem, hogy mit tartalmaz. Valami füstölt húsok. Azt mondja, hogy marha hús, 51%. Sertéshús 15%. Többi meg. Ennyi. Jó van az úr. Biztos amerikai marha. Angus. Angus marha. Na, hoztam már egy kis zűtséget is, gyerekek. Ezeket nem akarod eddig összenyomni? Kidobja minden. Visszajövünk. Na, ehún is vagyok. Na, hoztam egy pár szem paradicsomot, de nem vittem túlzásba, mert minek? Mindig annyit elhozunk. Hát kis hagyma. Hát ő nem eszi. Hát én nem nagyon eszem a... Ide jön befele, kis... Hát nekem ilyen... Ilyen az éléskamrát csinál. Kis hagyma krumplit állom. Mi van itt neki? Ó, még édes burgonya. Ide beszéltem, befettem a hagymát. A lila hagymát. Hát igen, ez az éléskamrád van. A burgonyát azt majd pucolom. Van itt három hegyes, erős is. Hú, de szép. Olyan kívánatosok ezek a paprikák, nem? Ennyi zöldség. Ugye vettem salátát, ez nem a papitól van, mert ez nem árul. Ez ugye majd a hamburgerbe megy. Ez a saláta, ugye ez lesz a... Van itt nekünk balanc citrom is. Csinálsz ilyen szép retro hamburgereket? Csinálj. Na, ez mehet be. Itt is van, kaptál ajándékot. Ja, kaptam egy csokorvirágot. Nézzétek meg. De jó illata van. Hát ez már külön lesz a szőlő. Jó kis petrezselyem, ezt összevágjuk, és jó, akkor... Jó, is dobálom ki az acskókat, hogy ezt kicsit szétkem. Megy be a mélyhűtőbe télire. Kasza lesz. Teszem befele. Na, gyerekek, nézzétek meg. Ezért 1500 forintot fizettem.
Ez a bacon. Ez a bacon. Majd ez is megy a hamburgerbe. Igen, ez durva hamburger. Van egy krumplis tészta, vettem egy ohó chipset, valami vegán, valami, nem tudom. Cheddar sajtos. Vettem egy szokit. Most már... Aha. Mit van az édességes szízében? Hát mutatom. De úgy, úgy nagyon semmi, semmi amúgy. Kis valant. Ilyen kis dolgok. Betárad magának, hát igen. Hm? Nem. Nincsen semmi. Na. Párizsi. Nógrádi, neked. Igen. Ez nekem jöhet. Mérsli. Nézzéknek. Párizsi, füstölt párizsi, ez nagyon finom ez a párizsi. Parmalat. Meggyes joghurt ital. Mekis csirke nuggets. Állítólag olyan, mint a Mekibe. Kaptunk egy tippet az ottani dolgozótól. De ez a mi. Nagyon soká lesz. Jaj. Toka szalonna. Hasalja. Na ez nem hasonló. Vagy tokalja, tokalja. Igen. Na. Hú, milyen illata van. Azta. De ezt besomagolom. Vettem még sajtot, kis kolbászt, kis virslit. Nézzétek meg ezt a kis kolbászt. Ilyen. Ilyen mini. Sült hagymás, vajkréme. És egy ilyen májas pástétomat, mert a Zolika ugye tudjátok reggelizik. Nem, ezt amúgy azért vettem, még múltkor vettem egy ilyet, hogy a méziéknek. Azt Tina felét megette. Ott gondoltam, akkor finom volt, ha már ő megeszi, akkor veszek neki még egyet, hogy... Szalonnát berakom ilyen műanyagba, nehogy valami baja legyen. Jó, nehogy. Habár olyan sokáig úgy sem fog meglenni, mert ahogy ismerem magam, majd ráállok. Rájárok. Sütögetsz magadnak, milyen taréjosan megvágod. Ez a lényeg itt. Szalonna a lényeg, mit innen? Persze. Na, reggelizhetsz már. Már amúgy nem volt itt a reggelinek valónk. Amúgy. Ja. De feszt magyarázt, hogy minek vásárolok. Azért, mert elfogyasztol mindent. Ja. Meg a kuka is fogyaszt bőven. Én mit dobtam ki? Most is mennyi tepertőt kidobtál. Na jó, milyen van, ki? Hát egy kis tepertőt. Ezt most vasszik? Nem. Azt se eszed, látod? Hoztunk a papitól a szép szőlőt. Ez a baj ezzel a hűtővel. Alig keszelbe, vagy se alig... Miért nem világít? Szerintem kikapcsoltad. Nem kapcsoltam ki. Uh-huh. Megmutassam a mély hűtőt. Televágtam azt is. Á, de amúgy... Jaj! Ezt a sajtot úgy imádom. Camembert, de nem kell a doboz, mert helyet foglal csak. A lekvárokat tedd ma oda. Szóval kell lefagyasztani. De ebben mi lehet? Ez tupja. Amit kaptunk olyan, de tök. Tök? Csinál, igen. Milyen tök? A vendégeinktől kaptunk. Jaj! Tényleg, ó, de jó! Nézd már, milyen gondosan becsomagolva. Igen. Na, jó kis tökfőzellék pörköltet. És akkor hozzá kapott. Ó, de jó! Ezt így kaptuk, gyerekek. Innen is puszi Ágié, köszönjük szépen. Na, de ezt nem teszed vissza? De, várjál már, mert itt kettő van. Kettő? Igen. Hát akkor egyik anyujé. Itt hagyta. Hú,
Jaj. Úgy teletettem ezt a hűtőt, gyerekek, hogy... Jaj. Hát igen, nem fog beleférni. Ott a sok izé is, ugye? Ó, de hideg! Ezt visszaszállítom anyósomnak. Jó. Már nincs helyem. Még kukoricát is tettem el télire. Bolond karajcsontot. Azt se tudom, hogy itt egy tyúk is. Itt tényleg van egy tyúkunk, mi? Van itt csirkemelcsont, a sok grill kolbász, tessék, darált hús. Mi lesz ezzel a sok grill? Olyan nehéz. Aztán betáraszt, segítsek? Szólj és segítek. Gond van. Hát az, hogy nehogy segítsél amúgy! Túl tele van. Na jó, segítek neki, gyerekek. Várjál már! Na. Hát az van, gyerekek, hogy jó múltkorában nem csukódott be teljesen, mert úgy teletette, és akkor jó bejegesedett. Úgyhogy most szépen kapirgálja a jeget. Sok van benne? Nem. Na? De mi jó, csak a te... Jó, hogy még csak a teteje csak. Mi? Még jó, csak a te a legfőső olyan. Aha. Meg is sajtva. Szia, kis mézes. Szia! Szia! Éhes vagy már? Hm? Jó van, éhes. Nézikem! Békén hagyod a mézet? Hm? Farki, de figyelj! Békén hagyod a mézet? Na jó, menj vissza az ágyikét, jó? Mit csinálsz? Aj, de le van fagyva az ujjam, aj! Neked még eltéve. Á, nekem most nem is én eszem a jégkrémet. Hát ezt ki eszi? Még ezt talán nyáron vettük valamikor. Na. Nekünk az úzott jég. Van itt neked valami grillezett csirke menetülő is. Na. De tényleg ne vásároljál semmit, mert nem fog beférni. Semmi gond nincsen. Mondd egy szál sem. Legalább ezen is túl vagyok, na? Mit szólsz erről? Na. Azt se tudom. Jó, már megint ez a sok levél, ezt nem bírom. De várj, mondtam, várj már, megyek, hát de van csúnya. Hát
csomója, nem tudsz vele mit csinálni. Körtét nem hoztál magadnak. Tényleg. Csörözzel itt, de sajnálom. Jó, jó fogós. Ezt szeretem. Mert nincs benne mag. Na, gyerekek. Burgonyás cipót vettem. Most ezt a lekvárt meg. Ide rakom, mert ez kell majd a grill sajtomhoz, vagy mihez. Na. Reggeli ebéd. Látod, nem megy a hűtő. Nem mondod. Valahogy ezt te kikapcsoltad. De hogy? Mondom. Hát hogy? Nem világít ott. Azaz. Na hát, most kapcsoltam vissza. Hű, de okos vagy. Na jó, hogy most mondod. Na gyerekek. Krumplis tésztát fogok főzni most. Sütünk palacsintát. Nagyon finom palacsintát. De elsőnek majd ezt... Hú. Mély hűtő, ezt össze kell vágni. Tudom, meg kell mosni, meg kell tisztítani. Ha nem mondod, akkor is... Úgyhogy ez egy másik történet. Addig ezt... Amíg... Nem szeretem ebbe elcsomagolni, mert... Hát nézek ennek is, de annyit, ha lenne, mi? Mhm. Mindegy. Jó, most akkor már mindent egyszerre. Csináld már kaját, mert éhes vagyok. Éhes vagy? Igen. Hát csak reggeliztünk. Látszik, hogy ettél. Elpakoltam magam után. Hát, aha. Na. Na. Ezt majd félre rakom, és majd ezt berakom szépen a téli napokra. De mi szerencsések vagyunk, mert a papának mindig van. Hát jó, igen, csak hát amúgy az íz a télinek nem olyan, hát, mint ennek a frissnek. Nyárinak, igen. Ugye? Na. Akkor lássunk hozzá a főzéshöz. Én azt mondom nektek, elsősorban, amit felteszünk elsőnek, a víz forni. Van tyúk vízfor? Mert tudni való, hogy ez... Amúgy olyan gyorsan megfőzök ezen a gázon, gyerekek. Én is tegnap melegítettem rajta a kaját. Meglepődtél, mi? Ja, pár másodperc alatt. Hát nem sokat csinálok. Nem? Nem kell egy hajlinggal, mert... Ha nem, az én csak este meg ott lesz a hamburger. Hát én nem tudom. Majd bízd a mamára magad. Na. Mondjuk, ha viszel a papíjéknak. Krumplis tészta. Hamburg. Na, hát igen, azért nem főzök se krumplis tészta. Ja, csak arra, ha itt főzöm, amit most megeszünk, ja, nem? Jó, azért ne sajnáld. Én szeretem. Azt, hogyha ne sajnáljam. Én is, gyerekek, most nekem nem kell hús. Nem kell most. Egy a bajom a krumplis tésztel, hogy hamar éhes lesz. Azért kell belőle jó sokat enni, édesem. Mondtam, ne fogyózzál, jön a szegénység, mit fogok elét tenni? Annyi tésztát nem szabad enni. És neked? Az a baj ezzel a krumplis tésztával, hogy olyan sokat kell belőle enni. De viszont úgy szereted, igen, hogy az nem igaz. Én is amúgy. Én is. Amúgy sokan szeretik a... Kovi ubival a legfinomabb. Jó, van 100 féle savanyú itthon. Most nem kell válogatni. Igen. Hanem van 500 féle savanyú, tessék azzal abból lenni. És hol vegyek neked kovászos uborkát? 100 helye, piacon voltál. De akkor miért nem mondtad? Mondani kell. Elvittem. Lenyomom, mert ez mind kólás doboz. Hát ha
kéne gyűjtened szelektíven talán. Ja, amúgy tényleg rá kéne szoknunk erre a szelektív dolgokra. Na, én úgy szoktam ezt, hogy ezt is bő hagymán, én nem fehéren csinálom, hanem paprikásan. Teszek bele egy paradicsomot, egy paprikát, fokhagymát, hagymát. Fűszernek borsot, sót, egy pici delikátot, és ennyi. Jó, szétfőzöm a krumplit, nagyjából úgy, hát, jó, szétfőzöm, én egy kicsit össze is szoktam nyomni, jó sok borssal, isteni finom, és rá vagyok izgulva arra a lekvára. Nem lesz most se túrós, semmiféle palacsinta. Az nagyon finom ez a lekvár. Csak lekvárosat fogok most csinálni. Van Nutella itthon. Ja, kakaópor is van. Nesli kakaóporunk is van. Hmm. Van egy csomó fajta. Nézd meg, hogy föl is a... Ja, aki meg nem szereti a valeckosat, az így járt, az nem fog enni. Az eszik almásat. Nem, mindig túró, már olyan unalmas ez a túró. Te amúgy sem szereted. Hát ez meg a másik. Én amúgy sem vagyok itt, de amúgy van nekem ilyen. Pucolom. Gyorsabban megy, mint késsel. Ki szereti a krumplis tésztát? Amúgy ebből is tudod, hány fajta van? Van, aki egy kicsit szalonnát pirít rá, van, aki hússal eszi. Nem, én ez a sima, hagyományos. Semmi. Valaki pörköltösen csinálja meg, hogy sok rajta a víz. Nem. Százféleképpen. Én inkább nálunk ez a izé a menő. Ez a... Milyen? Ez a sűrű. Én azt szoktam főzni. Nem nokedlival. Amúgy ez nagyon finom vágva is, hogyha te saját kezeddel készíted a tésztát. De most kész tésztával lesz, mi? Most kész tésztával én késem. Legyen meg a szívé. Kész tésztával lesz, mert most nem akarok gyúrogatni. Elég lesz kisütnöm a palacsintát. Sokat csinálok, mert nagyon ki vagyok rá éhezve. Komolyan megszólni porcukorral a tetejét. Világi. Na jó, van akkor. Hát pucolgasd a krumplidat. Pucolom a krumplikat. Aztán. Ilyenek olyanok. Aztán mutatjuk majd a többit. Majd jövünk vissza. Na, meg is van a téna. Na gyerekek, tegyük oda elsőnek, és a hagymát. Hagyma, fokhagyma, három gereszt fokhagyma, két nagy hagyma. Ezt én szépen apróra össze van vágva. És használt a hagymító aprítót. Most már kitettem oda a hagymító aprítót, gyerekek, úgyhogy most már megkönnyebbítem apa, magamnak a dolgomat. Ugye ez így nagyon nagy láng, ennyire azért ne süssél olyan gyorsan, azért ennyire nem sietünk. Föltesszük fölni, pippa, gyorsan minden. Teszünk be ilyenkor. Sót, ha gyereszte ki a hagyma levét. De mindig az első fűszer, amit használok, az a só. Szépen, már itt is rendet tettem, gyerekek, innen is kipakoltam szépen, végig, úgyhogy. Ügyes vagy. Na. Két hagyma, három szem, három gereszt fokhagyma, és ezt szépen ugyanúgy lepirítjuk, mint a többit. Megnézem a vizet. Ó, csodálatos. Szoktam én a vízbe tenni egy kis olajat, ez csak azért, hogy ne ragadjon össze. Ott van egy a tészta. Mi? Tésztának. Igen, és már mehet is bele a tészta. Megkeverjük, belekavarunk. Szépen, hogy ne ragadjon össze. Kész tésztát. Még az sül, addig a krumplit, hát ez csak... Fölkockázod? Nem kockázom. Jaj, negyed,
hanem így, úgyis teljesen, azért jó, teljesen nem, de azért szét fog főni, mert mi úgy szeretjük. Hát ez egy nem tudom hány kiló krumpli lehetett, de szerintem egy kiló biztos volt. Ja, kb. Annyi. És ezt majd csak akkor fogom rátenni, mikor befűszereztem a paprikát. Amúgy sokan írjátok, hogy szeretitek amúgy a krumplis tésztámat. Ennek örülök. Szerintem egy egyszerű kaja, de világi. De elég főztem, tudod mit főztem, hogy no. Olé? Káposztás tésztát. Tényleg? Pedig te azt nagyon én azt mindig, ja, mennyit csináltam. Gyerekek, volt egy nyár, hogy szinte azon éltem. Lehet, hogy... Egy héten egyszer biztos, hogy volt. Tényleg, már nagyon rég nem csináltam. Nagyon. Erre emlékszel, Mari is mindig nekem mondta, hogy csinálja? Ja, igen. Kicsit a krumpli ilyen. Közben itt kavarok, mert pippak le tud égni. Tényleg nagyon rég főztem, de majd már bepótolom. Mari is nagyon szereti. Ja, reszelhetem a káposztát. Mindig az Oli, igen. Mindig az Oli reszelte le a káposztát, mert... Hát ezek a... Van benne egy-kettő, nem? Ha, hát már megvan fagyva, hogy valami. Na. Ezt össze is vágtam. Elvétve egy-kettőt talál az ember, de... Na, a hagymát azt tovább nem fogom, mert mivel a... Mi az? Hagymítóba csináltam, azért látszik, hogy jó picike. Amúgy a hagymától függ, gyerekek, az étel szaftossága. Ha kevés hagymát használsz, nem csodálkozz, hogyha vizes az ételed. A hagyma az semminek nem az ez ki fog jönni? Elrontója. Tudom, annyira főzött a gáz, annyira siet. Itt tényleg pikpak meg tudsz főzni amúgy. Pikpak. Ezt most egy picit följött, veszettem, mert most már nem megyek el a gáz mellől. Hozok borsot. Segítek neked, látod? De kedves vagy, úgy is. Na. Ki csinálna ilyen? Senki. Azt is megcsináltam neked. Köszi, Szürcsi! Teszek rá jó sokat, mert én jó sok borssal szeretem. Ne legyen csinkos. A törött paprikáé mentem. Kérdezzem. Hát jó halvány ez a paprika. Most mondtam a papának, hogy intézzen nekem. Hozzá vagyok szokva, hogy milyen piros szokott lenni. Hát egy és féllel teszek bele ételízesítőt, aztán majd az ízénél meglátszik, de igen, elég. Még jó, hogy vettem paprikát. Olyan hamar elfogy ez a kis csomagos paprika. Mert hogy sok kell belőle, nem? Pedig esküszöm, tegnap előtt vettem paprikát. Jaj, papi, gyorsan intézze nekem a törött paprikát, mert nem leszünk így jól. Bocsánat, hogy előttetek töltök állandóan föl, de próbálok mindent feltölteni időbe, de hát mindig valami kifogy. Bolsi paprika.
sima amerikán. Szerintem is. Nagyon jó paprikás krumpli lesz, vagy mi az. Na. Ezeket visszatehetjük. Mire? Hozhatod a... Farkas hol van? Ott van, be van takarózva. Ja, figyeljétek már. Fáz most egy kicsit ő. Na, mondjad. Mindig találtál. Ja. És forró vízzel fogom felönteni, de nem sokat. Így. Ennek más dolga sincs, hogy fagy följön, mi? Ja, nem is tudom, hogy van-e itthon. Micsoda? TV paprika. Nem tudom. Szerintem nincs, nem hoztam. Paradicsomot hoztam, meg ilyen. Igen, izébe felhasználtam, mindegy, akkor vágok bele. Egyszer. Paradicsomot. Ilyen kisebb hibák, ezek semmik amúgy. És ezt csak így kettébe fogom elvágni, hogy majd a héjáját egybe ki tudjam venni. Na. Jaj, de jó. Na, meg belekavarok a tésztába. Hát ez még kicsit főnie kell ennek. Addig elkészítem, gyerekek, a palacsinta tésztát. Oké, jövünk vissza. Na gyerekek, itt is vagyok, elfelejtettem tejszínt venni. Tűha. Úgyhogy ez most tejszínmentes lesz, nem szeretek így palacsintát sütni, de elfelejtettem. Minden nekem se lehet a fejembe. Meg úgy emlékeztem, hogy még maradt, amikor szombatról, de mégse. Na, hát így egy fél kiló lisztecskét bekavarunk körülbelül. Teszünk bele sót, tehát ugye a megszokott dolgok, amiket egy palacsinta tésztába kell. Cukor. Vanília aroma. Sima vaníliának a, ugye, ez még jó lehet, mert sziszent. Hát mi baja lehet ennek? Nem tudom, mert sziszegett. Hát szerintem jó. Hát nincsenek se, lejárata sincsen. De ott van kettő... Nem tudom, le van kopva róla. Inkább 23. 23-ig. Jó az, de mi baja lenne? Hát remélem. Ha nem, akkor meg így, ja, így, jé. Tojás. Tejcsi. Biztonság kedvét, hogy annyi kell bele. Ezeket most elteszem minden.
megnézem a tésztát, mert az meg már pár perc. Tényleg pár perc. Jaj. Ész van. Ész van? Le is kapcsolhatod. Kicsit lezárom, úgy hagyom. És párolag itt nekünk a paradicsom. Na, összeszerelem, ezeket akarsz minden eltenni. Ezekre már nincsen szükségünk. Cukor az itt lesz. Na, tojás sem fog kelleni. Ja, akkor most kavarod össze, mi a géppel? Jó van, akkor... Jövök vissza. Oké. Okay. Na gyerekek, én most be is kevertem. Tippa, föl is tette. Tippa, gyerekek, minden. De, nagyon. Tudom. Haj, gyerekek, én nekiállok sütni, főzni. Azt hiszem, 10 családom van. De ez azért van, mert nem családból jövök. Amúgy sose főztünk keveset. Mindig sokat főztünk. Hát meg gondolok másokra is. Hát, most. Hát igen, mindig megyünk valahova. Szívesen viszünk. Hol sütőt viszek, hol kaját viszek, hol ezt, hol azt. Van. Azért szeretem ezt a konyhát, mert pikpak rend tud teremni. Remélem már jó. Nem akarok annyira vékonyakat sütni, mert megszólja a gyerek, hogy hát az nagyon vékony. Szóval sok van, hogy látok olyan ízét, hogy fölteszem így, ezt átlátok rajta. Mi én olyanokat szoktam? Nem. Azt hittem már. Valahol veszel palacsintát. Ha nem hisz nem is tudom, hogy hol vettük. Talán valahol ott a Bosnyák piacra, vagy nem. Nem, a izé Pólusba a... Ott biztos, hogy... Nem a izéné a nézőnné, hanem a csirkés, aki ilyen csirkéket főz, emlékszel le? Ó, valami olyasúban, milyen vékony volt. De jó. Paprikás kumple. Eljöttök, van nekem egy pahacsinta felszedő. Ó, de lágy. Ó, de könnyű. Nehezen pikpak gyerekek, ki lehet sütni a palacsintát. Sikerült az első. Aha. Az a baj, hogy tudod. Jó, Antinám, akkor jó sütögetést kívánok. Köszönöm szépen. Na gyerekek, már kisütöttem a palacsintát, csinálunk vaníliapudingosat, lekvárosat és nutellásat. Már ennyi kész van, 3 fajta lesz, és még a többit tekerem be. Úgyhogy jövök a végeredménnyel. Na, sziasztok! Na, gyerekek, ne! Így este felé már. Ugye akkor elfelejtettük befejezni a videót. Ugye most értünk haza. Én nem sokára megyek dolgozni, csak megmutatom közben, ugye? Na gyerekek, este van már, beesteledett, de most tudtuk befejezni a videót, mert el kellett mennünk, ugye aki benne volt a live-ba, az látta, hogy a papának a kocsijái gyorsan el kellett szaladni, és így nem tudtuk a videót lezárni. De most lezárom nektek, elkészült a palacsinta, ennél sokkal több volt, ez így volt, csak vittünk a papinak, meg már mi is fogyasztottunk belőle, és itt van a drága, finom krumplis tésztánk, amit majd mindjárt melegítek, és meg fogunk vacsorázni. Természetesen nem mindet, de ez még holnapra jó, mert ezt holnap belőle. Nem főzök. Holnap semmit nem csinálok. Kíváncsi. Elterveztem, ki van szépen, gyönyörűen takarítva, minden meg van csinálva, úgyhogy holnap csak halózni kell. Na, legyen nagyon szép napotok, vagy estétek, attól függ, hogy mikor néztek, millió. Puszi. Sziasztok!